Márpedig a Nagymányoki színpadon a jubileumi városi nap záró koncertjén a legveretesebb sztárfellépőként mondani sem kell a rendszerváltozás után alakult hazai rockformáció között az egyik legnépszerűbb, zeneileg, szövegileg a legtöbbet adó Republikot ezrekben mérhető, velük éneklő közönség fogadta Nagymányokon is. A zenekar külsőségekben, látványelemekben nagy változáson ment át az elmúlt egy-két évben, hogy minden működjön és jól működjön, maga Boros Csaba gitáros énekes frontember a kulisszák mögött többször is vizitált a színpadon, már közel a fellépésük előtt. Ma, hogyha versenyben akarsz maradni, legalábbis úgy gondoljuk mi, akkor nagy produkciót kell színpadra tenni. A nagy produkció egyébként nem csak mi állunk ezzel így, hanem mondjuk azt mondom, hogy a YouTube, ami az egyik kedvenc zenekarom, és jelen pillanatban szerintem a Rolling Stones mögött a világ második legnagyobb zenekara, ott az első pillanatok, ez az utolsó, hogy minden ki van találva. Nem az, hogy a Bono mit mond, mert ő mondhat bármit. De a dalok egymás utáni sorrendisége annak úgy kell lenni, mert az a vizuál, meg az a fény, meg az a például itt a vizuális kolléga, tessék, az Aci most, meg kiviszi maga neki a cuccokat, tehát az a vizuál, az a fény, azok a lángok, azok a tök mindegy, ami a színpadon van, az ugye abban a pillanatban, mint egy színházi előadásnál meg kell, hogy jelenjen. Én nem azért izgulok, hogy mi miattunk, hanem hogy minden rendben legyen, meg hogy minden működjön, mert elég komoly technikával megyünk most már, és ennek én nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy egyszer csak úgy észbe kaptam, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy hú, most olyan nagy produkció lettünk, és ez tök... Jó reggelt! Egy idő után az ember, ugye már nem a színpad felszántó rock and roll és punk zenekar vagyunk. Nyilvánvalóan, hogy látunk nagy példákat magunk előtt, hát csak azt mondom, a YouTube-on kezdve, a Pink Floydon keresztül, és szerettünk volna valami olyasmit csinálni, ami több annál, hogy mi most felállunk a színpadra, elkezdünk gitározni, és szalazgálok a Tamás után, föl alá, ugye, hanem vizualitásában szerettünk volna olyan üzeneteket megjeleníteni, hogy csak azt mondom neked, hogy például amikor az volt a fejemben, hogy igazi szerelem, akkor nekem a Joe Lennon és a Yoko Ono ugrott be. Igen, az volt erre asszociáltam, és ugye ebben a dalban hátul a letfalon a Joe Lennon és a Yoko Ono jelenik meg, mint egy üzenet, és mindig hátul nézek, és furcsa, mert a dal utolsó részében a Joe Lennon szakállas szemüveges feje, az Attila feje mögött megjelenik, és mindig hátul nézek, és azt mondom, hogy annyira fantasztikus érzés a Joe Lennonnal egy színpadon lenni, mert ő az örök üzenet szerintem. Egy 2013. március 11-én ugye elmentünk a Cipő, aki egy, és 23 évet játszottam vele együtt, hozzáteszem 86 óta ismertem. Egy olyan karizmatikus egyéniség volt, és egy olyan erős szerző, egy olyan erős frontember, ami nagyon ritkán születik Magyarországra. És egy ilyen ember után összeszedni egy zenekart olyan szintre, ahol most vagyunk, ez azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a társaimra, a zenekar magamra is, meg az egész tábra, hogy ezt egyetem meg tudtuk tenni, mert persze meg a közönség, akinek hogy kellett hozzá. Úgyhogy igen, mindig van egy kis izgalom a koncert előtt, meg úgy átgondolom, meg majd mindjárt bemegyek a WC-be beénekelni, meg ilyeneket. Tehát úgy szedjük össze magunkat, de nagyon jó érzés, hogy egy gördülékeny stábbal tudunk együtt dolgozni. Mindenki tudja, hogy mi a helye, mit kell csinálnia, hova kell tennie, mit kell odarakni, és erre vágytam mindig. A legutóbbi stúdióalbumról, a Kimondom a nevedről is elhangoztak kedvelté vált számok, sőt az idei évvégi, még készülőben lévő új lemezről is hallhatott néhányat a Nagymányoki közönség a koncert második részében.
A frontember a megszokottnál is nagyobb hőfokon ízása mögött, mint megtudtuk, nem kevés Mányoki kötődése. Nagymányokhoz lelki kötődésem van, mert hogy az öcsém felesége Kismányokról származik, innét ugye néhány kilométer, és sokat voltunk Kismányokra, sőt, holnap oda megyünk ebédelni a Judit szüleihez, a Henrik bácsihoz, meg a Katinénihez, és ugye ismerem ezt a környéket, sőt, a szomszéd falu balokon ma él egy csodálatos parasztházban. Ez a festői környezet egyfajta zenei egyéb együttlétet is generálhat ezen a településen, az egyfajta emocionális kötődés? Az, hogy most ebben a pillanatban én erre igen vagy nem válaszolok, ezt nem mondhatom ezt, de lehet, hogy később előugrik az ember fejébe, hogy jó, ez olyan, mint hogy amikor ott jártam volna azon a helyen. Tehát nem lehet tudni, hogy mikor vannak a visszacsatolások, mikor érkezik az ember fejébe vagy a lelkébe egyfajta visszacsatolás egy helyről, egy hangulatból, egy érzésből, egy baráti beszélgetésből, és ott csak azt mondja, hogy igen, ez olyan, mintha ott lennék éppen, és ez tök jó. Ugye érted, amit mondok? Helyettem is szállt, híreket visznek, üzenetet vár, a foglyok elalúsznak, ha eljön a reggel, kakas kukor, hogyha ...2020. március 14-e a Republik Rajongók naptárában bejegyzett dátum, mi több piros betűs ünnep. A 30 éves létezést megünnepelendő, minden eddig itt felülmúló jubileumi koncert a láthatáron a Budapest Arénában. Erdő közepében járunk, csillagunk vezet.